שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 505, בעל מאמר הסולם írásaiból olvasunk. נמצאים בטור א', אות ח', ניתן Az, orsz, a, az ország megöröklése. Kérdéseket föltenni a Kabbala TV-n keresztül. A kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva lecke során. Tehát az ország öröksége. Rav. Olvasunk, tehát nem fogjátok megérteni a 8-as pontot, mielőtt nem olvastak a többit. Izrael nem térhet vissza az országba addig, amíg nem forr össze egyetlen egységé. A bölcseink mondták, Izrael nem tud, nem váltódik meg, amíg nem lesz egyetlen köteg. És meg kell, hogy értsük, hogy miért Izrael egységévé hozzá el a megváltást. Ezt megelőzően fel kell tennünk a kérdést, hogy honnan tudhatjuk mindezt, mert látnunk kell, hogy ha egyesültök, akkor hatalmas erővel elnyeritek a jutalmat. És milyen választ lehet adni Ábrahám kérdésére, aki azt kérdezte a Teremtőtől, hogy hazavezeti a népet. A teremtés teljes célja, miért van, mi a teremtés célja, ennyi szenvedés van a világban, és nem tudtam volna teremtő a fényt elhozni a teremtményeinek ennek a szenvedés nélkül? Írva van a könyvekben, hogy a lelkek nem nyerhették volna el a jutalmat, hogyha nem szerzik meg az edényt, azt az edény, ez az edény pedig nem érhető el egyedül, csak munkával és erőfeszítéssel, a Tóra és a parancsolatok betartásával, és az embernek meg kell harcolni a gonosz hajlamával, és így tud túllépni minden problémám, és az erőfeszítéseknek a Tórában és a parancsolatokkal való megtartásával egy új edényt hoz létre, amiben képessé válik az összes öröm megszerzésére az ember, és az összes jóság megteremtésére, amely létet hozva az összes teremtmény számára. És ezáltal meg kell, hogy értsük Ben Hehelynek a szavait, aki azt mondta, hogy a jutalom az erőfeszítésen megfelelően jelenik meg, azaz a jutalom a szenvedéssel arányos, és ez egy ellentmondás, hiszen hogyan kapcsolódhat valakinek a szenvedése a jutalomhoz, és ahogy felülről elmondtuk, és teljes egészen meg kell értenünk, és tehát ilyen módon a kapnakarás az a Tórának és a parancsolatnak megtartásával jelenik meg, és világosan kell látni, hogy valaki minél többet hajlandó szenvedni a Tórá és a parancsolatokért, annál nagyobb edényt képes építeni ezáltal, és ilyen módon lesz képes minél nagyobb jutalmat megszerezni. Tehát magyarabb. Tehát nekünk azért kell szenvednünk, hogy megszerezzük ezt az edényt. De itt az van leírva, hogyha a szenvedések viszont becsöljöttek a parancsolatokra, tehát a Tóra áldása, ez pontosan abban húzható meg, hogy aki a Tórát tartja be a szívébe, beleírja, akkor na, ki tudja ezt megválaszolni, hogy kiválható a szenvedés a Tórába? Nem akartok részt venni ebben, oké, akkor egy kérdé. John. Senki nem akartam kérdezni kérdést? John kérdez Torontóból. Ugye először kell egy edény annak érdekében, hogy megszerezzük a klit, azért a Tórát és a parancsolatot kell végrehajtani. Ő azt mondja, már válaszolám, hogy a jutalom, az ajándék, az megvan, az Ein Sof fénye, tulajdonképpen ez az ajándék, és a Malchut Ein Sof,
De el kell odaérnünk, és akkor tudjuk megkapni ezt. De annak érdekében, hogy megkapjuk ezt, nekünk hiányot kell érezni rá, fel kell készülnünk erre a hiányra. Ahhoz, hogy felkészüljünk a hiányra, ez a tóras a parancsolatokkal való munkát jelenti, azaz nekünk végrehajtani egy bizonyos fajta munkát, bizonyos fajta cselekedetekkel, amelyeket parancsolatoknak nevezünk, a reformáló fény segítségével, amit tórának nevezünk, és akkor elérünk egy hatalmas hiányhoz. Tehát hogyan érezhetjük mindazt, hogy az Enzo fénye valóban, mint jutalom elér hozzánk. Oké, na de nekem mindenképpen kell egy edény, amiben megjelenik a teremtő, tehát a teremtő azt mondja nekem, hogyha nincs neked egy edényed, akkor nem tudok benne megjelenni. És nyilván nekem kell ezt létrehoznom a barátaimmal, tehát nem a teremtő teremti meg ezt az edényt. Elfelejtették fordítani. Dani a zenész fordítja. Nem, mondja, nem. Nem. A teremtő az kizárólag a felébresztés adja nekünk a negatív oldalról, tehát valami hiányzik, odacsap, hiányzik ebben a világban, állandó hiányt érzel, különböző dolgok jelennek meg. Tehát a hiányt nem kapod meg jutalomként. Neked a jutalom a fény. Tehát ahhoz a ponthoz visz el, ahol még jobban szenvedsz ebben a világban, és sovárodni kell a spiritualitásra. Itt van a szabad akaratod, ez adja meg a lehetőséget, hogy abból a rengeteg mindenféle dologból közvetlen, vagy közvetett módon felfedezhesd azt, hogy van itt egy cél, amelyet ki kell nyomoznod, el kell érned, és valóban meg kell ragadnod. A teremtő azonban semmit nem csinál bennünk, még ha nem is tudjuk, mi az igazi jutalom, mi az igazi cél, nem is tudjuk, hogy mi az edény, amiben ezt meg kell éreznünk. Mi nem érezzük ezt. Az edénynek, spirituális edénynek kell lennie, értelem feletti hitben, és nyilvánvalóan tehát nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy nekünk úgy kell elérnünk a spiritualitást, amihez meg kell szereznünk az edényt a saját munkánk által. A teremtő a folyamatot teremtette, és ez a folyamat azt mondja, hogy neked a következő jövőbeli állapotot, az nincs kapcsolatod. Neked kell azt kinyomoznod, neked kell tenned érte, hogy elérd, neked kell elfogadnod mindenféle dolgokat hozzá, és ebben meg fog nyilvánulni a szabad akaratod. A teremtő mindent előkészített, és a szabadságodat is előkészítette, mondja. John folytatja. Oké, de miért ilyen módon teremtette meg a folyamatot a teremtő, hogy egyáltalán szenvednünk kell? Tehát miért van a folyamat úgy kitalálva? Tehát miért van benne a szenvedés? Hanem ezek kínok, meg szenvedések nem kezdenének kutatni. Tehát ahhoz, hogy felfedezd azt, hogy milyen állapotban vagy, hogy mennyire nem tudod megszerezni ebben az állapotban a jutalmat, az a sötétség, és a fény közötti különbséget meg tud ragadni, és a helyes állapotot is elérd ezáltal, ezért nekem el kell jutnom abba az állapotba, hogy független legyek a teremtőtől, és akkor tudom felfedezni igazán a teremtőt, mert ha nem lenne szenvedés, akkor én benne lennék állandóan a teremtőben, foglaltatva, és akkor sose lennék, én csak egy sejt lennék a testben, és soha nem jutnék el oda, hogy én szabadá váljak. Oké, pontosan ez az én kérdésem, amire irányult. Na mondja csak el, mit akarsz, mondja rá. Fejtsd ki.
Tehát a szükségszerű, hogy a teremtő egy olyan folyamatot építsen ki, amilyet azért, mert nincs fény és edény egymás nélkül. Tehát itt most nincs, de akkor még sincs választásom, nekem meg kell teremtenem azt az edényt, amit a teremtő előállít. Nem ő teremtett mindent? De igen. Ez a válasz. Különben fősülően fog nem mi történik. Hát mindent ő teremtett. Tehát, ha teremtő mindenható, akkor mit csinált? Aztán létrehozott egy rendszert, és talán olyan, magára hagyta volna. Ez is benne van, mondjam. Igen. Tehát mi nem tudjuk ezek a dolgokat teljesen megérteni. Ez túl van az emberi elmém. Nyilvánvalóan nyilvánvalóan ez azt is jelenti, de nyilván ezek megtörhetetlen törvények, amikről itt beszélünk. Я не знаю, правильно ли я понял. Кто-то перейдет. Мне так показалось, что сейчас вы сказали, что вот этот путь, по которому мы идем вверх, у нас появляется возможность... Уроский ядыш, мы кавану кафолиташа. Tehát, ha én helyesen értettem, tehát ugye felülről érkezik a korrekció. És akkor megkapjuk a lehetőséget, hogy a parancsolatot hajtsuk végre, és megjelenjen bennünk egy szándék. Természetesen ez így van, magyarabb, mert hogyha nem készültem fel a szintekre, hogy fedezhetném föl? Tehát én nekem, én az Ensoff-ban vagyok már most, nem, mit kell csinálnom? Az én, csak az edényem alkalmas, hogy érzékeljem ezt. Egyszerűen nem alkalmas, nem megfelelő erre. Ha lenne edényem, akkor mondhatnám azt, hogy wow! De ha nincs rajtam a szemüvegem, akkor nem látok semmit. Ugye az edényem a szemüvegem, tehát Rav levet a szemüvegét. Tehát akkor egy ködöt látok, egy nagy vaskos semmit magam előtt. Ezért kell az edény, a vágy arra, hogy érezzem, hogy abban legyen meg. Tehát benne vagyok én már a végtelenben, csak nem érzem. Tehát ezért a vágy, az nagyon fontos. A kabala nem is szól másról, mint a vágy a helyes kiépítéséről. Tehát a kapni akaráson túlmenően semmi nincs, mint az, hogy ezt a jelenséget meg tudjuk ragadni. Oké, de amikor megjelenik az edény, akkor üresenek meg. Mi az, hogy üresen, mondja? Belül az ürességen, belül más mindenféle dolgokat kezdesz el látni, és érezni fogsz valamit. De mindig a vágyon belül jelenik meg az érzékelés. Tehát valóban itt különleges dolgok jelennek meg, és az én edényem az fel van készítve az összes aspektus tekintetében annak érdekében, hogy örömet tudjunk kapni. Ez nem csak azt jelenti, hogy én éhes vagyok. Az, hogy éhes vagyok, az nem jelent semmit. Ugye egészen az utolsó pillanatig így van, tehát nekünk meg kell találni a részleteket a hiányban, hogy valóban megfelelőek legyünk, minden módon alkalmassá váljunk a kapni akarásnak a részleteit, de ez nem csak kapni akarás, hanem nyilván az a lényege, hogy egy ellentétes kitöltést kapjunk. Mint eddig. Вот эту обратную сторону страдания, радость. То есть, чтобы не голод в этом ресторане почувствовать, а именно наслаждение от предвкушения, да? Уроскердеш, азе вэк чёнбэ. Окей, ну так он кем... Нема сэмбэдэшэ, ханэм...
olyan erőnekkel felfedeznem a hiányt, hogy ebben hamarosan megjelenik a kitöltés is. Így van, tehát az én vágy, nekem egy újfajta kitöltést kell felfedeznem, ez egy újfajta edényt kell magyarabban. Tehát nekem nincs más választásom, nyilvánvalóan meg kell kapnom az ehhez szükséges ételt, és ezt úgy fogom megkapni, hogy nekem már a főzésnél is örömöm legyen. Oké, na de akkor mikor jönik meg ez a fajta belső kitöltés? Ez az értelemfeltétben szerezhető meg. A felső fénnyel való ilyen kapcsolatban. Tehát nekünk látni kell a kitöltést és a kitöltésnek az okát. És nekem nem csak a kitöltésre kell sovárognom, hanem arra is, ami a forrása a kitöltésnek. Ez az, ami a legfontosabb dolog. És nyilvánvalóan... Na, folytassuk csak, különben ez a cikket soha nem fogjuk befejezni, mondjam. Olvasd. 8-as pont. Most már megértetjük a teremtő válaszát Ábrahám kérdésére, mivel Ábrahám kérdése arra irányult, hogy mivel a szellem is, ez azt ígérte Izraelnek a maga szellemiség, hogy ki fogja érdemelni az ország megöröklését. Ez a szent szellem, mit jelent ez, mondja Rav, amire itt hivatkozik? Ez a Binának a minősége, a szentség, a titok, amit Binának nevezünk, és a Binának a szintjén kezdjük el érezni, nem a nefesen, hanem a ruak. Tehát a Binából áradó ruak, ugye ez a második fény, a nefes ruak, nesama, haja, jehida, tehát mindenki eléri majd ezt, mivel... A szent szellemiséget láthatjuk, hogy a szent szellem hatalmas jutalmat jelent, és egész Izrael teljesen megkapja. Mivel mindannyian megtartják a parancsolatot, és ettől függ a vágy. Igen, nyilván az ország az a vágy, tehát hogyha én korrigálom a saját vágyaimat, ott, ahol ezt ország nevezem, nyilván itt Izrael országáról van szó, ami azt a vágyamat jelenti, ami az adakozásra irányul, Jásár kérnek, Izraelnek nevezzük, és ebből kifolyólag Ábrahám elkezdett bolyongani és keresni a hazát. Mi hiányzott neki annak érdekében, hogy felfedezze, amit fel kell? A cél. Na de nézzük meg azt, hogy mi az, ami hogy hiányzott itt. Na de mit jelent az, hogy megörökölni? Ezt nem értette Ábrahám. Hogy lesznek képesek Izrael gyermekei erre a hatalmas jutalomnak a megszerzésére? Ennek a bőségnek a megszerzésére? Ezt egy nagy jutalomnak írják le a megszerzés adakozás érdekében. Hogy lehet ezt megszerezni? Mivel, ami nekik egy hatalmas edényt kell elképíteni, egy óriási vágyat, amely ennek a megszerzésére alkalmasá válik, és a teremtő azt válaszolta, hogy a te leszármazottaid idegenként fognak bolyongani 400 évig, majd pedig megkapják az országot. Mit jelent ez? Az, hogy Ábrahámnak azt mondta a teremtő, hogy eljön az a pillanat, amikor egy újabb hiányt fogtok kapni a leszármazottaid, és ez pontosan a cél felé való sóvárgást adja meg, a 400 év pedig a négy szintet jelzett, négy aspektus, négy állapotot, amelyen keresztül meg lehetett szerezni a cél korrekciójára szükséges erőt. Ezzel egy időben erőfeszítést kellett tenniük a Tórában és a parancsolatokban, azaz, mondja Rav, ők megkapták a törött vágyakat, amely őket, akik fáraónak neveztük, ezek ellentétesek a teremtővel. Ez a teremtő hátsó fele, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy lehetett ezt korrigálni az adakozás érdekében,
És mindannyian megértették, hogy ezen a módon egy hatalmas állapotot kell elérniük, és teljes megértésekkel szolgált ez, mert az összes örömet megszerzi Izrael minden tagja által. Nem világos, miért volt Ábrahám megelégedetve ezzel? Tehát ez nem egy probléma, mondja Rav. Tehát először is volt a hiány, és a hiány vezette el őket. Én soha nem láttam egy embert, aki ugye, aki azért vadászna, mert éhes. Nagyon sokan lopnak ugye kaját, mert de azok maguknak lopnak. Rav, mi most nem Kohenekről, Levikről beszélünk. Tehát mi nem a szintekről beszélünk most, hanem az emberről, akivel megjelenik a hiány. Az egyszerűen szükségszerű a továbblépés, ez lehetetlen továbblépni enélkül. Na de mit ér el Izrael akkor ezáltal? Azért, mert a Teremtő megígérte. Teremtő megígérte ezt a hiányt Izraelnek. Na de miért lettek ők ezzel, miért elégedtek meg ezzel? Hogyha én az unokáimat nézem, ők állandóan rohangálnak, ezt akarnak, azt akarnak. Ugyanakkor látok más gyerekeket is, akik alig bírnak lemenni. Tehát nyilvánvalóan Ábrahám ugye az örökségről kérdezte az Istent, és hogyan érik el a Gmár Tikunt? Én csak egy kicsi edényem van, egy mini edényem, akkor hogy érhetnék el egy akkor a fény benne, amire szükségem van. Tehát vannak emberek, mondják az embereknek, hogy megtesszük ezt, megtesszük azt. Az emberek mit követelnek? Nekem csak arra van vágyam, hogy mennyibe kerül a sajt, legyen egy kis lakáskám itt Izraelben, mondja. Mi az, ami hiányzik? Az, hogy érezzétek a számüzetést. Hogyan lehet ezt a számüzetést érezni? Hogyan lehet ráébredni arra, hogy ez van? Lépésről lépésre fel, rá kell ébredni a hiányra. A hiányt kell érzni, a fényt. Ezt egyszerűen a körök tudják ilyen módon megragadni. Hagyni kell a fényt, hogy dolgozzom. Nyilván itt van egy fizikai természet, és egy spirituális természet, és nyilvánvalóan egy ragyogás kell kifejleszteni magunkat, de ez egy hiány kell, mert a ragyogás csak a hiányban jelent meg, tehát vágy nélkül nincs fény. Tehát a legmagasztosabb dolgot se tudjátok befogni. Ugye, mintha azt mondanák, hogyha nincs ilyen edényed, akkor nem tudod megragadni a Teremtőt. És mindegyikünkre igaz, ez az, ahogy ennek lennie kell. מה יש בגלות במצרים שהופך את הרצון לקבל ליצר הרע, שעל היצר הרע הרי אנחנו... לא יודע, מי תהיה את הקופנק על השני, אז ה... גונוס חולם תולנו כפן, את הסרף אומר אופין, תודיע צ'וק. ניסים הם כבר נכנסים במצב שלא רוצים להתחבר. תהיה נימן ולא, הם בקלית נקוב אז על הפוטבון. כן, הם יורדים למצרים. ופתאום הם יודעים, רואים שכן אפשר להתחבר,
כמו שמדובר על האחים של יוסף, שהתחברו עמו, אוכלים יחד, מבלים יחד, יחד יפה מאוד. Ugye nekünk látni kell, együtt kell élnünk, együtt kell haladnunk, csodálatos, senki nem nyom senkit nyomás alá. Ez Izrael földje, semmi más. Tehát nekünk nyilván folytatni kell a kapcsolatunknak a növelését. זה לא הולך כמו שהם רוצים, וזה ממש מצרח. רק מתוך עבודה בחיבור, הם מגיעים למצב... תעת נגיד כל כך שאתם כדור גוזני. ומי מפריע להם? מה שכוח שמפריע ביניהם נקרא פרו. תעת ניבם ולואן. והוא אומר לכם... Azt az erőt, amelyik a zavarokat hozza létre az edényben, ezt fáradnak nevezzük. És ez azt jelenti, hogy nem vagytok képesek összekapcsolni. Meg kell próbálni, de nem vagytok képesek. Tehát... Tehát ezen, vagy azon a módon... De... Nyilvánvalóan az emberek többség azt szeretne, hogy építsünk föl egy jó életet. Tehát nézzük meg, hogy tudja együtt mindenki kiépíteni ezt. És még egyszer, magyarabb. Tehát nekünk úgy kell ezt kiépíteni, hogy ezen kívül tulajdonképpen semmi nincs, tehát az edényünk a legfontosabb dolgunk ahhoz, hogy előre tudjunk haladni, és meg be tudjuk fogni a fényt, ami nekünk van számban. Tehát nyilván el kell érnünk ezt a vágyat. Tehát ti nektek akarni kell összekapcsolódni, akarni kell, hogy ezt mind ezeket a szinteket megragadjátok. Tehát nyilván itt ugye mi mindent megpróbálunk, akár még színházat is építünk, hogy a teremtőt magunkra tudjuk mondni. És láttok valamilyen eredményt? Ugye? A csalódottságon túlmenően semmit. Semmi nincs. Ez a csalódottságon csak. És amikor teljes egészében megjelenik a csalódottság, אחרי שנה שנתיים בשבע שנות רעב, אחרי כמה מצבים שעברנו. Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy van a 7 év számüzetés, aztán vannak mindenféle fizikailag viszonylag egyszerű életek, és fölteszem a kérdést, akkor miért kell nekünk befektetni energiákat arra, hogy tovább tudjunk lépni, és az a sóvárgás, hogy nekünk valóban ami arra indul, arra kényszerít, hogy ne kelljen visszafordulnunk, ugye ez nagyon fontos. Tehát nekünk a saját természetünk ellenében kell haladni. Tehát nyilvánvalóan nem tudjuk még, hogy térnünk vissza, de elkérünk egy állapotot. A csalódottságot... Tehát nyilván jön a csapás, és ugye az egyiptomból kivonulás az a teremtőért történik, és nem azért, hogy jól érzünk magunkat. Tehát Piton és Ramszesz az ilyen szempontból nem elég nekünk ugyanis a szándékot kell felfedezni, tehát nem csak azt, ami hátulról hajt bennünket. Ez a fajta kapcsolat, ez az igazi egyiptomi munka, a csapások, azok segítenek leválni a munkáról, amit magunkért teszünk. Tehát a csapás kapcsol bennünket össze. Tehát ez egy játék.
egy olyan fajta játék a teremtővel, ami nagyon sok erőfeszítés igényel, de elérhetünk egy állapotot, ahol a csapásoknak köszönhetően felkészülté válunk az adakozás irányába való sóvárgásra, és akkor képesek vagyunk a kapnakarás fölé emelkedni, és ezt nevezzük úgy, tehát természetesen van a felső erő, amelyik velünk játszik itt, ahogy azt általában érezzük, hogy, és gyakorlatilag ezek a fajta dolgok szükségesek az, hogy kilépjünk. Tehát minden és ilyen módon a csalódottság és a csapások vezetnek el bennünket valahol, és ezért nagyon lényeges, hogy megtörténjenek. 9-es pont. Ebből kifolyólag nekünk nagy felkészülésre van szükségünk, hogy kiérdemeljük a Tórát és a parancsolatokat, amelyeken keresztül elnyerjük a teremtő által nekünk ígért összes bőséget, és emiatt Ábrahám elindult barangolni, mert aki hatalmas megszerzési vágyai voltak, és mégis ebben akarta az új ország szentségét elnyerni, tehát a Tórában és a parancsolatokban ki akart lépni Egyiptomból, és ilyen módon hatalmas edényeket kellett kiépíteni, amelyek alkalmassá válnak, érdemessé arra, hogy szent földé váljanak. Azaz mondja Rav, a kapcsolatok köztünk, ugye ez egy tendencia, hogy szeress fel a barátodat, és ez azt is jelenti, hogy nekünk érezni kell, hogy nem akarjuk, képtelenek is vagyunk, tehát lényegtelen, az a lényeg, hogy mi a reformáló fény munkájában kell, hogy részt vegyünk. Ez az, ami bennünket összekapcsol, és ez az, ami ad nekünk valamit, ami által elő tudunk haladni. Tehát a teremtő az, amely a fáraóval megütközik, és ezt hívjuk terem, és le is győzi a fáraót. Ez nehéz. Tehát van egyszer a Tóra és a parancsatok, de hát nyilván, aki nem akar a Tóra és a parancsatokkal foglalkozni, azok hogyan fogják ezeket az edényeket elnyelni? Azok, akik a Tóra és a parancsatokkal foglalkoznak, természetesen ők végrehajtják a parancsolatokat, és korrigálják is magukat. Azok, akik szekuláris emberek, mi van velük? Nyilván megcsokják a mezuzát, de magukra visszük, velünk vonulnak, aki Egyiptomban, miért néztek így rám? Hát az van, hogy mindenkit viszünk magunkkal, nem ezt mondtuk? Akkor mit kell itt mondanunk? Azonban a válasz erre, hogy ezért mondtuk a felülemlített kommentárt, hogy Izrael nem nyeri el a megváltást, amíg nem lesz egy kötelékben minden izraeli. Ez a dolognak a lényege. Tehát nekünk csak ezen a módon lehet kivonulnunk, mivel Izrael teljessége az egyetlen blokkban kell, hogy legyen, ahol minden szerv elvégzi a saját egyedi feladatát, azaz egyetlen részlet sincs, ami nincs belefoglaltatva a teljes kollektívába. Tehát nem lehet a népességnek ezzel a részével, vagy azzal a részével foglalkozni, tehát nekünk mindenképpen el kell érni mindenkit a nemzeten belül. Oké, na de akkor nyilvánvalóan az agy elkezd számításokat végezni,
És nyilván az agy szempontjából, az értelem szempontjából látnunk kell, hogy mi történik. Tehát meg végig kell gondolni, hogy mi történik, mert nyilvánvalóan az értelem az, ami egyébként sok mindent meghatároz. Így van, a testnek az összes szerve, az kölcsönös munkában van egymással, hogy képesek legyünk egyensúlyt elérni, egy egészséges testet tartó egyensúlyt. Így van, de akkor, amikor egy köteléké válik Izrael, akik ugye együtt dolgoznak a testtel, és az közös erőfeszítést tesznek, és azok, akik a Tórával és a parancsokkal dolgoznak, akkor világos kell, hogy legyen, hogy miről szólnak a kommentárok, hogy Izrael nem tud kivonulni, amíg nem kapcsolódik össze egy kötelékben minden izraeli. Tehát mindenképp úgy tűnik, hogy hatalmas vágyat kell kiépíteni, hogy kivonuljunk. De nyilvánvalóan ahhoz, hogy mi megkapjuk az országot, az a sivatal kell bajogani. Nem, az végeredményt kell nézni. Tehát az összes korrekció és minden más az Egyiptomból kivonulásra jelenik meg. Így van, tehát akkor egyetlen kötelékben kell lennünk. Hát ez a munkának a lényege. Tehát senki nem mondta azt neked, hogy csak egyszerűen kivonulsz Egyiptomból, és aztán eljön a Gamartikul. Nem. A hiány a leglényegesebb dolog, amit az összekötetésetekben, a kapcsolatokban tudjátok megragadni. Tehát nyilvánvalóan az egyiptomi számvezetés után még egy számvezetés jön tulajdonképpen. Ez a fajta számvezetés annak érdekében történik meg, hogy az összes babilóniai, tehát nyilván be kell fejezni a saját korrekciónkat, el kell érnünk az első templomot, és ennek kell, elégnek kell lenni a Gmartikunhoz. Tehát az első templom nélkül nem érhetjük el a Gmartikunt, mert hiányzik az edényehez. Oké, tehát akkor nekünk a Hiszaront kell elérnünk. Így van. Tehát nekünk magunkra kell ébresztenünk ezt. Hogy lehetséges mindez? Tehát nekünk meg kell ragadni mindazt, ami történik. Oké, na de ez nekünk úgy történik, úgy néz ki, mintha a fény lenne az, amelyik építi az edényt. Tehát még egyszer, ő azt kérdezte, hogy a kerekasztalnak megfelelően mit csinál a körölfény? Oké, na de akkor így van, na de a körölfény az, amelyik alakítja az edényt, nem? Mi átvezetők vagyunk, nekünk lehet, hogy csak egy joghurtra van vágyuk, és vagy a sajtra, az is a fénynek a hiánya egyébként. Valaki joghurtra válik. Oké. De itt nekünk egy erős vágyat kell ébreszteni a spiritualitásra. Tehát helyes módon kérdez meg, hogy az embereknek mire van szüksége. Most már értem, hogy mit kérdezel. Az embereknek nincs szükségük másra, mint spiritualitás elérésre. Tehát nekem joghurtra van szükségem. John Termelog, ez egy kódnév, a vágynak a kódneve. És ezért nekem feladatom van, hogy képes legyek ezt a joghurtot megadni az embereknek, ahhoz össze kell kapcsolódnom ezekkel az emberekkel, hogy a fény neki joghurt formájában megjelenje majd. És ilyen módon az embereknek meg kell érezni, hogy mi történik, meg kell érezni a fontosságot, és ha én jól érzem magam, akkor valóban behúnyt szemmel csináltam, amit akarok. Tehát semmi más tennivalóm nincs. És nyilván a kapcsolat által
Tehát a kapcsolat az minden. Tehát a 40 politikai párt helyett, ami az országban történik, próbáljuk meg összekapcsolódni. Lehet, hogy meg tudjuk tenni, hiszen mi nekünk együtt kell mindezt megtenni. Tehát nekünk egyet kell érteni mindebben, hogy, és ez mind lehetséges. Látjuk, hogy van módszer mindenre. Ez, amit tennünk kell az egész országban. Tehát... Oké, na de akkor nekünk, ha nekik vágyuk van a joghurtra, akkor miért nincs vágyuk a kapcsolatra? Igen, nekik meg kell érteni, egy workshop után, hogy a kapcsolat által érhető mindez el. Oké, na de akkor nekem megérteni, hogy mik azok, azok a feltételek, amik szükségesek ahhoz, hogy összekapcsolódjunk. Így van. Tehát akkor mi az átmenet? Én joghurtot akarok. Nyilván az emberek, ezeknek az embereknek a segítségével. Ennél többet nem tudok. Na de el tudnám mondani, hogy miért olyan fontos megérteni, hogy rajtunk keresztül tudja csak megkapni mindent? Miért fontos megérteni, hogy tőlünk függenek? Igen. Azért, mert így kapják meg a reformáló fényt, amely értük dolgozik, amit egyre jobban kell érezniük, és az egész addig kell, fog menni, amíg meg nem értik, hogy a teremtő feltárás csak a nagyobb vágy megszerzésével lehetséges. A dolognak a lényege, hogy mi végezzük a munkát, mert nekünk van szívelőpontunk. Oké, na de hogy lehet azt megérteni, hogy csak rajtunk keresztül érhetik ezt el? A workshopon. Jó, de ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy hozzánk kapcsolódik, ez működni fog? Így van, a segítségünkkel, a módszerünkkel elmagyarázzuk, hogy mi a módszer, miért működik. Azért, mert mi fölémelkedünk az összes zavarnak. Hogyan tudjuk ezt a fajta dolgot kiépíteni? Tehát hogyan működhet ez úgy, hogy eléri a világ a kapcsolatot, és ugyanakkor ezt a kapcsolatot csak a mi módszerünkkel képes megtenni a világ. Tehát különben nincs jogunk létezni, nincs jogunk se létezni. Akkor mi a mi részünk, mi az ő részük? Az ő részük az, mondja a... hogy azon csüngjenek, amit mi adunk nekik. Oké, na de az akkor mit jelent ez? Ők azért léteznek, hogy végrehajtsák ezt a munkát. Ez természetesen így van. Tehát semmi más nem kell tőlük megkövetelni. Ez a követelés, amit érezniük kell. Tehát ezt... Oké, na de akkor emberek, akik elünk vannak a körökben, valamikor ők elfelejtenek mindent. Hát ez így van, tehát már a hónapra elfelejtenek mindent. Mit tehetünk? Mit tehetünk, hogy ez ne történjen meg? Egyik nap eljön, máson nem. Tehát nekünk kell gondoskodni róluk. Nekünk kell elmondani, hogy ez a szentségnek a szintje, és ez tartozik hozzánk. És akkor valóban ők megértik, meg fogják tanulni. És nyilvánvalóan fokozatosan meg kell, hogy értsük, hogy mi történik. Ezért kell előre látnunk, hogy hogy fogunk terjeszteni az interneten, a 66-os csatornán, a Twitteren, mindenféle dolgom, minden lehetséges módon. Miért van arra szükségünk, hogy így ébresszük fel őket? Milyen fajta érzést kell
rájuk kapcsolni. Tehát nekünk olyanfajta workshopokat kell létrehoznunk, és olyanfajta workshopokat kell kombinálni, ami nem egy hatalmas brosúra, hanem egy olyan fajta brosúra, amivel megértetik, hogy mi honnan származik. Hogy fog ez megtörténni? Hogy történhet ez meg? Hát úgyhogy mindent megpróbálunk. Ez nem egyszerű. Meg kell értenünk, hogy mi áll előttünk, és hogy semmi más nem kell tennünk, mint hogy ezt be kell teljesíteni, mi a feladatunk. Oké, na de azt is jelenti, honnan vagyunk az ízíszre, és azt mondjuk, hogy mit tettünk, értetek, hogy nektek is jól legyen. Na, ízísz, a terrorszervezet. Tehát nyilvánvalóan nekünk fizikai síkon kell valami fontosat elérni, ezért csinálják ők, amit csinálnak. Tehát ők nyilvánvalóan azért rombolnak, mert ez a legnagyobb erejű gonosz hajlam, amikor másnak a csontjai fölött tudnak táncolni. Ez egy nagyon erős érzést ad nekik. A hatalomnak az érzését, és ez nagyon sok embert bizony le tud nyögözni. Hát nézzétek meg, hogy mi történik. Hát miért van szükségünk ki az ISIS-re? Tehát mindenféle állapotok jelennek meg, és ha megnéztek a gyűlöletet, megnéztek, hogy hogy működik az emberek ezt, pontosan akkor, amikor megjelenik a szeretet, meg a kapcsolat, akkor a gyűlölet megállítható. Tehát nekünk nincs más választásunk, nekünk egyre szofisztikáltabb, kifinomultabb munkát kell végezni. Tehát mit jelent az ország megöröklése? Ez nyilván a nagy közönséggel végzett munkát jelenti, annak megfelelően fog ez alakulni. Tehát Rabos a 45-es levében írja, hogy föl kell ébreszteni a barátokat, és addig, ameddig nem jelenik meg a lángoló tűz a barátok szívei irányába, addig nem jelenik meg a teremtő szeretetesen bennünk. Igen, így van. Tehát legyünk valóban egy eszköz a teremtő és a barátok között. És így folytatni tudjuk majd ezt. Oké. Okay. És akkor mindenkinek szép estét. És szép napot. Sziasztok! עד ינוסו הצללים מבין הערפילים אם שחר רק יצמא החלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער כלהבה עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה